Ez a két jámbor egy Dió és Szotyi. Közös bennük, hogy mindketten terápiás kutyák. Arra képezték ki őket, hogy gyerekekkel vagy hátránnyal élőkkel foglalkozzanak. A Bátaszéki Gondozási Központ nyári táborában barátkozhattak ezúttal gyerekekkel. Mivel ez még nem volt, én úgy tudom, hogy soha nem volt még egy ilyen program, úgy gondoltuk, hogy a Kocsi Gabi alapítványt így behozzuk ebbe a nyári programokba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, mert nagyon élvezik a gyerekek. Csak víz vagy állatok legyenek, akkor minden rendben van a táborban, mondják a felnőttek. A gyerekek láthatóan tényleg nagyon élvezték a kutyákkal való játékot, ismerkedést. Nagyon ügyesek! Az alapítvány évek óta foglalkozik a kutyák kiképzésével és a hátrányos csoportokkal való foglalkozásokkal. Szerintem nagyon jó hatással van rájuk a kutya jelenléte, meg a közvetlen szeretet, ami belőlük árad. És egész máshogy viszonyulnak sokan, akik előtte tartottak mondjuk bármilyen állattal, utána bátrabbak, és bíznak bennük. A Bátaszéki tábor augusztus végéig várja a gyerekeket, kicsiket és nagyokat egyaránt. A programon többek között még sziklamászás, élményparklátogatás, strandolás és vadrezervátum látogatás is szerepel.